Én időtlen idők óta más sem csinálok, mint újra kezdek. De hát igazából nincs is ebben semmi különleges, ugye, hiszen az állandó újrakezdés az mindannyiunkban közös. Újrakezdünk, amikor elköltözünk otthonról, amikor elindítunk egy vállalkozást, vagy jelentkezünk egy új munkahelyre, vagy amikor megszületik az első gyermekünk. De újrakezdünk minden évben, évszakban, sőt, újrakezdünk minden hétfő reggelen is. Ám még hétfőnként biztosan tudjuk, hogy aznap az előző héten elkezdett feladatainkat folytatjuk, illetve hogy felhasználjuk az előző heti tudásunkat ahhoz, hogy egyről a kettőre lépjünk, addig a nagy újrakezdésről valami egészen másképp alakult ki a fejünkben. A nyelv, a magyar nyelv és egyébként minden nyelv a világon nagyon sok mindent elárul arról, aki beszéli. Az angol nyelv például több szinonimát is használ az újrakezdésre. New beginning, start anew, restart. A német szintúgy. Der Neuanfang, der Neubeginn, der Wiederanfang, der Wiederbeginn. Ezzel szemben, a magyar nyelvben az újrakezdésnek nincsen szinonimája. És éppen ezért az újrakezdés szavunk körül kialakult egy általánosan elfogadott, leegyszerűsített jelentés, és ami a legérdekesebb, hogy ez a jelentés visszahat arra, hogy mit gondolunk magáról az újrakezdésről. Ki gondolja úgy, hogy az újrakezdés félelmetes? Ki gondolja úgy, hogy újrakezdés esetén a nulláról indulunk? Ki gondolja úgy, hogy az újrakezdés a komfortzónánkon kívül történik? Végezetül, ki gondolja azt, hogy ilyenkor a hátunk mögött hagyunk majdnem mindent, és alkalmazkodnunk kell az újonnan kialakult helyzethez? Ismerek egy fickót, Ákost. Ákos évekkel ezelőtt az ELTE-re járt, mongolisztika szakra, jelen pillanatban pedig valahol Nógrád megyében állattenyésztéssel foglalkozik. Juhokat tart. 800 darabot. És még azt is gondolhatnánk, amikor ezt így végigfutatjuk magunkban, hogy bizony Ákos jelentősen kilépett a komfortzónájából, sőt a nulláról indított, amikor megvette ezt a 800 fős állományt. Sőt, azt is mondhatnánk, hogy Ákos újra kezdett. Hiszen, ahogy mondtam, mongolisztika szakra járt, nem pedig állattenyésztés szakra, sőt, gyakorlatot, munkatapasztalatot egyáltalán nem ezen a téren szerzett, idegenvezetőként dolgozott. Ráadásul Ákoséknak otthon egy fia juhuk nem volt gyermekkorában. Mégis van ennek a történetnek egy nagyon fontos összetevője. Ákos a mongolisztika szak után elment egészen Ázsiáig, Mongóliáig, és ott idegen vezetőként csoportokat kalauzolt a pusztában. Élt jurtában, megismerkedett a nomád őslakosokkal, sőt, még azt is megtanították neki, hogy melyik haszonállat mire való, legalábbis a mongolok szerint. Ráadásul ott egy az egyben találkozott ezzel a helyzettel, hogy milyen az, amikor az ember állatot tart, és milyen, amikor ez a létét biztosítja. Magyarán én azt mondanám ezzel, hogy Ákos nem a nulláról indult. Sőt, talán annyira nem is lépett ki a komfortzónájából, hiszen volt egy csomó tapasztalata az ügyben. Akkor lehet, hogy ez nem is egy újrakezdés, hanem inkább újrafolytatás. Még mielőtt azt gondolnátok, hogy az újrafolytatás csak Ákosra jellemző, előtte el kell mondanom, hogy ő csak annyira csodabogár, mint mit mindannyian ebben a teremben. Mint mondjuk én. Mint már említettem nektek, én igazából semmi más nem csináltam az elmúlt 30 évben, mint új és új és új helyzetekbe kevertem magam. De az életem gyökeresen megváltozott akkor, amikor megszületett a fejemben ez az apró nézőpontváltás, amikor a kezdés helyébe a folytatást állítottam. 6 évvel ezelőttig egy gyerekkori álom miatt színésznek készültem, és ekkor, 6 évvel ezelőtt, 3 év tanulás és 1 év várakozás után nem feladtam az álmomat, inkább csak elindítottam egy B-tervet. Jelentkeztem az egyetemre kommunikáció szakra. És az egyetem nagyon sok mindenre jó volt, de többek között arra is, hogy rájöttem, hogy minden, ami velem történik, az gyakorlatilag nem egy új kezdet, hanem csak a folytatása mindannak, amit már egyszer elkezdtem. És ekkor
Az újrakezdés szót végleg lecseréltem a szótáramból, legalábbis gondolatban, és helyére állítottam ezt az új, furcsa dolgot, az újrafolytatást. Látom a kétkedést a szemetekben, és totálisan értem, és látom, hogy nem vagytok benne biztosak, hogy miért olyan fontos, hogy mit minek nevezünk. De elmondom nektek, hogy addig, amíg újrakezdésnek hívtam, én is féltem az újtól. Aztán rájöttem, hogy ha ezt a szót kitörlöm, vagy megváltoztatom, akkor elfelejtek arra koncentrálni, hogy mi az új számomra, és elkezdem azt figyelni, hogy mi minden tapasztaltam eddig az életem során, amiket felhasználhatok egy-egy ilyen új helyzetben. Nem akarom azt mondani nektek, hogy ez egyik pillanatról a másikra történt meg velem ez a nézőpontváltás. Nem egy közepesen unalmas egyetemi előadás közben pattantam föl, hogy igen, ez az megvan, mostantól az egész életem sokkal könnyebb, és sodródom az árral, hanem bizony kellett történnie ehhez egy nagyon-nagyon fontos dolognak az életemben. Még mielőtt az egyetemet elkezdtem volna a nyár elején, egy hónapot Tájföldön töltöttem egyedül. A történethez hozzátartozik az, hogy én rettegtem mindentől, ami új. Még egy kicsit most is félek. De akkor annyira, hogy az útnak mindig ugyanazon az oldalán közlekedtem. Ugyanazon a gyalogátkelőn mentem át, ugyanazokkal az emberekkel találkoztam, ugyanabba az étterembe jártam, és mindig ugyanazt az ételt kértem. Na képzelhetitek, hogy egy ilyen nagyon komfortzónában mozgó ember, amikor megérkezett Tájföldre, Ázsiába, akkor volt egy-két problémám. Nevezetesen az, hogy az első hetet azt frankon gyors lefolyású mély depresszióban töltöttem. És a gyors lefolyást egyetlen egy dolognak köszönhetem, hogy imádom a születésnapomat. Június 1-én utaztam, és június 5-én van a születésnapom. Addig én nem mozdultam ki az apartmanomból, viszont a születésnap az azért mégiscsak egy örömteli esemény, ráadásul én úgy szeretem megünnepelni, hogy eszem valami édességet. Úgyhogy megembereltem magam, kiléptem a kis apartmanomból, elmentem az út végén álló szupermarketig, megvettem magamnak a kis, hát nevezzük tortának, de egyébként egy kis alumínium tálba csomagolt furcsa édességszerű valami volt. Visszamentem, leültem egy asztalhoz vele, és elkezdtem keseregni. Ettem a tortát, és azt mondtam, úristen, életem legrosszabb születésnapja, hogy lehetek ekkora marha, hogy eljövök ide a világ végére, úgyhogy nincs velem senki, úgyhogy rettegek mindentől, ami új, úgyhogy a tájok nem tudnak angolul, és hogy az egész egy ilyen lehetetlen helyzet volt. Aztán nem tudom miért, talán a szüleinap okozta ezt a kis felismerést számomra. Azt mondtam, hogy ezt nem hiszem el, Marcs, ezt nem csinálhatod. Nem őhetsz itt egy ilyen izgalmas helyen, és búslakodhatsz, meg siránkozhatsz. Hát mutass még egy embert, akinek megadatik az, hogy egy hónapot egyedül eltöltsön egy teljesen idegen kultúrában, és felfedezze magának úgy, ahogy ez neki jól esik. Úgyhogy a szülinap mágikus ereje hatott. Megembereltem magam, kimentem az utcára. Végig sétáltam ugye a szupermarketig, az már megvolt, aztán tovább, egészen a városig. És észrevettem, hogy ebben a csupa új világban, ahol más, minden más, más a hőmérséklet, mások az emberek, az illatok, a szagok, a kultúra, az épített környezet, a közlekedés. Szóval ebben az óriási nagy újdonságban van egy valami, ami változatlan. Én. Észrevettem, hogy ha szembe jön velem valaki, aki mosolyog rám, akkor visszamosolyogok rá. Mert hogy ezt tanultuk, de ezt mindannyian tudjuk. Aztán azt is észrevettem, hogy ha akarok enni valamit, és kettő étel közül választanom kell, akkor a jobb illatot választom, mert hogy már tudtam, hogy ha valaminek jó az illata, akkor ez valószínűleg ízleni is fog. Úgyhogy észrevettem, hogy van egy csomó tapasztalatom, ami segít nekem ezekben az új helyzetekben. Észrevettem, hogy ehhez nem kell semmi más csinálnom, mint elengednem a félelmemet, hogy a helyébe emeljem azt a magabiztosságot és különbözőséget, amit a tapasztalataimból szerzek. Persze, hát én jól tudom, hogy milyen félelmetes tud lenni az újrakezdés.
De csak is azért, mert azt gondoljuk, hogy ilyenkor hét lakat alá kell zárnunk a múltunkat, és még a kulcsot is el kell rejtenünk magunk elől. De ez nincs így. Nem eltemetni kell ezt a tudást, hanem beépíteni az újba. Hiszek abban, hogy bátrabban merünk újra kezdeni, újra folytatni, ha elfogadjuk, hogy újra folytatások sora az egész életünk. Ha elfogadjuk, hogy az, amit eddig tapasztaltunk, a segítségünkre lesz az új helyzetekben. Ezzel a tudattal nem lesz kérdés meghúznunk a váratlant vagy a meglepőt. Nem lesz kérdés véghez vinnünk olyan tetteket, amikről mások az újrakezdéstől való félelmükben csak álmodozni mernek. Nem lesz kérdés 50 évesen beiratkozni egy egyetemre, vagy új szakmát tanulni. Nem lesz kérdés elindítani álmaink vállalkozását. Nem lesz kérdés fölmászni a Mount Everest legmagasabb csúcsaira. Nem lesz kérdés, mert ott lesz bennünk az a tudat, hogy képesek vagyunk mindenre. Persze én nem arra biztatlak titeket, még mielőtt azt gondolnátok, hogy őrültséget csináljatok. Éppen csak azt mondom, hogy tegyétek azt, amiben a legtöbb, legizgalmasabb, legérdekesebb tapasztalatokat szereztétek, vagy amiben ösztönösen jók vagytok. Tegyétek azt, mint az egyik ügyfelem, Robi. Robit egy alkalommal arra kértem, hogy idézze fel nekem a gyerekkori emlékeit, és meséljen arról, hogy milyen volt. És az nagyon hamar kiderült, hogy nem volt kemény srác, meg szép fiú, és nem ment neki túl könnyen a beilleszkedés. De szerencsére probléma megoldó alkat, és rögtön ki is találta élete első bizniszét. CD-kre zenéket másolt, és ezeket árulta az ismerőseinek. A befolyó pénzen pedig áthívta őket a szomszéd kocsmába, hogy nem hogy berúgjanak, hanem azért, hogy jót beszélgethessenek, hogy közösséget alakíthasson ki közöttük, velük együtt. És pár évvel később egy kísértetiesen hasonló történet esett meg vele, akkor pedig egy számítógépes játékot fejlesztett, és a játékon belül volt egy chatszoba. És nem is a játék volt annyira izgalmas, hanem maga a chatszoba, hiszen ott újra kialakult egyfajta közösség, beszélgetést kezdeményeztek Robival, és újra kíváncsiak voltak az ő véleményére, és ő is másokére. Nos, tudjátok, az a legszebb az egészben, hogy Robi ma ugyanezt csinálja. Van egy vállalkozása, és azon belül közösséget épít, és imádja, és nagyon jó benne. Hát szerintem ez a bölcsek köve. Ha imádsz valamit, és jó is vagy benne. Persze tudom, hogy sokszor nem tudjuk, hogy mit is akarunk. Nem tudjuk, hogy mi ez a mi saját bölcskövünk. De csak is azért, mert nem vagyunk hajlandók elfogadni, hogy van bennünk valami tudás, képesség, tapasztalat, ami már réges-régen megadta nekünk a választ arra, hogy mi ez a mi kövünk, csak nem figyeltünk oda rá eléggé. Ahhoz, hogy a zsebünkbe vándoroljon ez a kő, el kell hinnünk, hogy nincs olyan, hogy a nulláról kezdünk. El kell fogadnunk, hogy az, amit igazán szeretünk, tudunk és akarunk, az már réges-régen megszületett bennünk. Csak vissza kell fejtenünk a történetünk fonalát, és meg kell találnunk az egyezést és a hasonlóságot az apró történetekben. Végezetül arra kérlek titeket, ha legközelebb valami újba kezdenétek, akkor vegyétek sorra azt, hogy mihez értetek. Először is gondoljátok át, hogy milyen történeteitek vannak. Lehetnek ezek egészen kicsi történetek, amik nektek valamiért fontosak, szívmelengetőek. Ezek lesznek a tapasztalataitok. Aztán gondoljátok át, hogy mi mindent tanultatok eddig az életetekben. Lehetnek ezek kicsi dolgok. Egy nap alatt is tanulhatunk sokat, és évek alatt is lehet szert tenni bizonyos jártasságra. Ezek lesznek a készségeitek. Végül gondoljátok át, hogy mi az, amihez ösztönösen, gyerekkorotoktól fogva a legjobban értetek, ami alapvetően megy nektek, amiben tök jók vagytok. Ezek a képességeitek. Ha ez megvan, akkor azt mondom, hogy ne gondolkodjatok, csak vágjatok bele. Hasznosítsátok a tapasztalatokat, és folytassatok újra.